Üdvözlöm a kedves nézőt! Ebben a videóban, amit egy kicsit később veszünk fel, mint szokás, ebben a videóban azért térek ki erre, hogy megmagyarázzam, miért is fontos az, hogy olyan dolgokról beszéljünk, ami valóban a figyelem középpontjában van. Én egy olyan témával szerettem volna folytatni a videósorozatot, amit a múlt videóban már megpecettem, azaz az elmúlt videóban, a legutolsóban, azzal zártam az adást, hogy a II. Világháború eseményeinek a kapcsán a Wallenberg ügyről szeretnék a továbbiakban beszélni. És én sokáig úgy is készültem, hogy itt a II. Világháború utolsó befejező szakaszát fogjuk majd egy kicsit megvizsgálni, aminek olyan titkai vannak, és olyan elhallgatott részei, amelyeket én egyetlen egy történelemkönyvben sem találtam meg. Már azért sem, mert ezeket a történéseket én személyes beszélgetésekből és a különböző családi történetekből tudtam csak kihámozni. Tehát ezek nem szerepelhetnek a hivatalos történelem tudomány lapjain. Viszont megoldani a megoldatlan kérdéseket és választ adni a megválaszolatlan kérdésekre csak úgy lehet, hogyha az egyéni, tehát a kis történelmet egyesítjük, illetve beillesztjük a nagy történelembe, mert mind a két részről nagyon sok hamisítást látunk. De hogyha több oldalról vizsgáljuk a dolgokat, akkor valószínűleg az igazsághoz sokkal közelebb jutunk. Azt én már megállapítottam a magam részéről, hogy a hivatalos történelem oktatás és a történelem szemlélet nagyon sok hamisítással él, és pontosan az ellenkezőjét akarja bizonyítani, mint ami valójában történt. Hát ez történt a Wallenberg történettel is, és azzal zártam, ahogy az előbb említettem az előző adást, hogy Wallenberget, akinek a haláláról számtalan változatban különböző helyekről beszélnek, hogy hol történt, tehát Wallenberget egy tanulmányban, a tanulmányírója szerint Gyömrön ölték meg. És én ezt az epizódját kutatom a II. Világháború utolsó szakaszának, ahol nagyon sok minden hamisan van közölve az olvasóval és a leszármazottakkal, és bizony találtam is olyan bizonyítékokat, amelyek ezt igazolják. Még viszont nincs lezárva minden. Azt viszont előre kell bocsájtanom, hogy Wallenberg története és azok a szörnyűségek, amelyek Gyömrőhöz kapcsolódnak, bizony nagyon is összefüggenek. És én tudom, vagy talán csak sejtem, hogy vannak, akik ezzel tisztában vannak, és ezek nem akárkik. Tehát vannak itt olyanok, akiknek az igazságfeltárása még mindig nagyon fájna, és ennek ellenére ezeket a kutatásokat mi többen folytatjuk. Tehát nem vagyok ebben egyedül,
és az én adataim azok bizonyos helyeken el vannak mentve. Viszont nem tudom ezeket az újabb eredményeket itt most bemutatni, mert sokkal fontosabb mondani valót kell közölnöm, és fontosabb ismereteket, hiszen ami most zajlik a politikai élet hátterében, az számunkra életveszélyes. Legutoljára az utóbbi napokban hallgattam meg Szakács Árpádnak egy riportját, illetve nem az ő riportját, hanem a vele készített beszélgetést, méghozzá az Ultrahang csatornán, és többenten tapasztaltam, tehát megdöbbentem azon, hogy mennyire nem tudjuk, hogy milyen veszélybe sodort bennünket a politika, és mindaz, ami a politikához kapcsolódik. Tehát én úgy érzem, hogy most inkább erről kell beszélnem, és ezt kell terjesztenem, mert nagyon kevés időnk van ahhoz, hogy megakadályozzuk a politika végső lépését, hogy az egész világot egy egészségügyi diktatúrába sodorják. Tehát én Szakács Árpádnak az elemzése alapján fogok itt kitérni a mai helyzetre, de előzőleg megjegyzem, hogy mindaz, amivel a történészek foglalkoznak, tehát azok a történészek, akik az igazság felderítését kötelességüknek tartják, és nem azt tartják kötelességüknek, hogy megfeleljenek a hivatalos elvárásoknak, tehát azok a történészek nagyon fontos munkát végeznek, mert hogy idáig jutott a világ, az annak a következménye, hogy mindeddig elhazudták az igazságot. Elhazudták a világháborúkról szóló igazságot, elhazudták az utána következő korszakokról szóló tényeket. Gondoljunk itt Borvendék Zsuzsa kutatásaira, amivel föltárta, hogy a szocialista kádárista, munkásvédő rendszer mennyire aljas módon rabolta ki az országot, sokkal aljasabb módon, mint az előző korszakok bármelyike. Tehát mindezek azért következhettek be, mert nem tudjuk az igazságot a világháborúkról sem, a világháború okairól sem, a kirobbantóiról sem, ami már most kezd azért helyére kerülni, mondom, becsületes, igazságkereső történészeknek köszönhetően. Tehát itt gondoljunk Raffai Ernőnek a szabadkőművességgel kapcsolatos munkáira, amint említettem, Borvendék Zsuzsának a szocialista korszakra vonatkozó munkáira, és számos egyéb írót és történészt említhetnék, de az, hogy ha mi tisztában akarunk lenni a helyzetünkkel, egyszerűen nem mellőzhető ennek a múltnak a rendbetétele minden vonatkozásban. A második világháború igazságainak a feltárásában is, amit én az előző videókban egy-két helyen már említettem, akár a németek szerepéről van szó, a két világháború közötti gazdasági viszonyokról, akár a százszor elárkozott magyar politikusokról, például Bárdossy Lászlóról. Ezeket helyre kell tenni, mert különben nem menekülhetünk meg. Tehát, ahogy említettem, Szakács Árpádnak a ismertetéséről
ismertetéséből indulok ki, ami a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek a legutóbbi ténykedésére vonatkozik, hiszen valószínű, hogy mindenki tud arról, hogy a Világszervezet alapokmányát meg akarják változtatni, tehát módosítani akarják. Folyamatosan módosították már eddig is, de most olyan változtatásokra készülnek, amelyek valóban lehetővé fogják tenni egy egészségügyi világdiktatúra bevezetését. Tehát erre szeretnék kitérni, és felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy most a legfontosabb ezzel foglalkozni, és bármilyen fórumon, bármilyen témáról beszélnek, ezt bele kell vonni, hogy minél több ember tudjon róla, mert ha nem tudunk erőt felmutatni, akkor nem tudjuk megakadályozni ezt a folyamatot. Tehát arról van szó, hogy a WHO, ami ugye az ENSZ-nek az egyik szervezete, a WHO olyan változtatásokra készül, amelyek a járványügyi szerződésből egy minden országra kötelező parancs uralmi szerződést akar készíteni. Tehát meg akarják változtatni, mindjárt kitérek majd arra, hogy milyen módon. De mindenek előtt a WHO-ról egy pár szót szeretnék szólni. Ezt egy kicsit kiegészítésének szánom Szakács Árpád ismertetéséhez, de kérem önöket, hogy nézzék meg azt a szeptember 22-én az internetre, a YouTube-ra föltett, és mondom, az Ultrahang csatornán közzétett riportot, amiből én is táplálkozom. És ezt megköszönöm Szakács Árpádnak, és elnézését kérem, hogy az ő hát videójára építem fel ezeket az ismereteket is. Tehát a WHO-ról, ugye ő azt ismerteti, hogy a WHO az ENSZ-nek az egyik szervezete, a világ egészségügyével kellene foglalkoznia, és ez mindeddig így is volt. Csak 2010-től változott meg. Mindjárt kitérek arra, hogy miért is, de a WHO előzményeiről mindenképpen szeretnék egy kis kiegészítő, egy pár mondatot mondani. Tehát a Világ Egészségügyi Szervezete, amelyik arról szól, hogy a világ népeit meg akarják óvni egy világméretű járványtól, illetve azon dolgoznak, hogy minden ország polgárai a lehető legjobb egészségnek örvendjenek, és ezért szeretnék az együttműködést fenntartani különböző országok intézményei között. Tehát ez a WHO, ez tulajdonképpen ilyen formában csak 1946-tól létezik, amikor az ENSZ-nek az egyik alárendelt szervezete lett. Ugyanis egy hasonló szervezet már 1907-ben felállt, és ezt úgy hívták, hogy Nemzetközi Közegészségügyi Hivatal. Tehát ennek a jogutódja a Világ Egészségügyi Szervezete. Tehát ez 1907-től már működött, és önállóan működött, tehát nem volt egyetlen egy más szervnek sem alárendelve. Most itt van az egyik kérdésem a
hozzájöttök felé, hogy miért kellett alárendelni az ENSZ-nek a WHO-t. Ha addig jól működött, és egy-két adatot itt föl fogok sorolni, hogy igen, jól működött, olyan szabályozást vezetett be, ami mindenkinek előnyös volt, de hát 46-ban miért kellett az ENSZ alárendelni? Elmondok egy-két tényt az 1907-ben létrejött Nemzetközi Közegészségügyi Hivatalról. Ennek az egészségügyi szabályrendszerét tehát 1907-ben felállították a járványokról szóló rendelkezésekkel együtt, majd módosítják a szabályzatot 1926-ban, itt egy nemzetközi egészségügyi egyezményt kötnek, kiegészítésként, majd 1938-ban, ami az előző egyezményt egy kicsit módosítja, de még 1944-ben is egy módosítást hajtanak végre a Nemzetközi Egészségügyi Egyezményen. De most milyen kiegészítő módosításokat találhatunk még ezekben a iratokban? Például 1933-ban hoznak egy léghajózási egyezményt, ugye akkor a repülés, a léghajózás, tehát a gyorsabb és nagyobb távolságokra kiterjedő népességmozgás vagy utazás alapján. Aztán fölírtam itt magamnak ilyet, hogy 1925-ben például ópium egyezményt is aláírnak, tehát hogy a kábítószerek közvetítését korlátozzák. 1931-ben ezt is kiegészítik, a kábítószerekre vonatkozó, a gyártásra vonatkozó és annak elosztásáról szóló egyezménnyel. 1934-ben pedig a járványüggyel kapcsolatos módosítást hajtanak végre, tehát diftéria ellenes szérumról szóló egyezményt kötnek. Most ez a közegészségügyi szervezet, tehát hivatal, ez 1946-ban tehát az ENSZ egyik alosztálya lesz, és ez már tulajdonképpen hatóság névre hallgat, annak ellenére, hogy az ENSZ egészségügyi szervezete. Tehát alapokmányát 1948-ban írják alá. Most mitől függ az, hogy melyik ország tagja a WHO-nak? Hát a mai rendelkezés szerint akkor lesz tag egy állam, ha ratifikálja a WHO 2009. május 21-i egyezményét. Tehát az akkori állapotoknak megfelelő alapokmányt írja alá, és vezeti be a saját törvényhozásával. Most a 2009-es év nekem szöget ütött a fejembe, mert ahogy az előzőkben mondtam, 2010-től megváltozott a WHO irányvonala, és nagy változások álltak be. Ugyanis addig azt lehetett mondani a WHO-ra, hogy az valóban egy egészségügyi szervezet, mert a vezetői azok nagyobb részben, illetve majdnem mind egészségügyi ismeretekkel bírtak.
tehát orvosok voltak, járványügyi szakemberek, tehát egészségügyi szakemberekből álltak a döntéshozói. 2010-től ez az irányvonal megváltozik, és 2017-ben bekövetkezik az a katasztrófa, hogy a legfőbb döntéshozó, tehát az elnök, az egy olyan ember, Tedros Ghebreyesus, ismerjük a nevét, akinek nincsen igazán egészségügyi végzettsége. Tudjuk azt is róla, hogy ő inkább politikus, akármilyen tanfolyamokról lobogtat valamilyen igazolást, mert őt olyan emberként tartják számon, aki Eritreában egy marxista szervezet élén állt, és terroristaként működött ez a marxista szervezet, és tulajdonképpen az eritreai marxista kormány ellen egy puccsot hajtott végre. Tehát tulajdonképpen egy terroristáról van szó, akinek nincsen egészségügyi végzettsége. Tehát ez a 2017-es választás, ez egy olyan katasztrófába vitte a WHO-t, amit már gyakorlatilag nem lehet olyan intézménynek tekinteni, olyan szervezetnek tekinteni, amelyik a nevének megfelel. Tehát világ egészségügyi szervezetnek nem lehet tekinteni. A főbb döntéshozói nem egészségügyi szakemberek. Ennek ellenére továbbra is, tehát 2010 után is, amikor az irányváltás megtörténik, és a mai napig is egy olyan szervezetnek fogadják el a kormányok, amit szakemberek irányítanak. Tehát említettem az előbb a 2009-es évet. A 2009-es év az én számomra azért fontos, mert olyan politikai nyilatkozatok hangzanak el, persze nem Magyarországon, és itt mi erről nem tudhattunk, csak most szerezhettünk tudomást, amelyek a világ egészségügyére vonatkoznak. Tehát politikus a világ egészségügyére vonatkozó kijelentéseket tesz. Például általam már sokszor említett Jacques Attali. Jacques Attali egy olyan francia politikus, akinek liberális és szabadkőműves, illetve a pénzügyi háttérhatalomhoz fűződő viszonyai ismertek Franciaországban, és többek között ő az, aki Macront patronálta egészen a köztársaság elnöki székig. Tehát közeli segítője volt annak a francia köztársasági elnöknek, aki az elnöki beiktatását a Louvre előtt fölállított piramisnál ünnepeltette. És akkor már itt vagyunk a szabadkőművesség, az illuminátusság és a szabadkőművesség jelképeinél. Tehát Jacques Attali az, aki 2009-ben méghozzá június 11-én az Express című francia folyóiratnak a következőt nyilatkozza. A történelem azt bizonyítja, hogy a társadalom akkor képes fejlődni, ha félelemben él. Egy világjárvány lesz az az esemény, mondja 2009-ben,
amikor az emberek rá fognak döbbenni, hogy világrendőrségre, központi tartalékra és globális közigazgatásra van szükség. Ezek lesznek az alapjai a világkormány felállításának. Tehát most 2023 vége felé egy ilyen 2009-es nyilatkozat azért remélem sokakat megdöbbent, hogy mi is zajlik a háttérben. És ennek a fényében kell a továbbiakat megvizsgálnunk. Tehát a WHO, amely 2010 után irányt vált, és persze a Jacques Attali féle nyilatkozat után irányt vált, miért éppen 2010-ben vált irányt? Azért, mert akkor változik meg a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet finanszírozásának a módja. Ugyanis addig közpénzekből finanszírozták, tehát országok befizettek bizonyos összeget az egészségügyi szervezet fenntartására, utána viszont magáncégek veszik át nagy részét ennek a finanszírozásnak, például a Bill Gates és Melinda Gates alapítvány. Tehát megváltozik azoknak a köre, akik befolyásolni tudják a WHO irányát és működését. És miért hangsúlyozom én ezt? Azért, mert amint az előzőben említettem, az a bizonyos 1907-ben létrehozott Nemzetközi Egészségügyi Szervezet hivatal, az független volt. 1946-ban viszont egy politikai szervezetbe tagozódott bele, és ez az ENSZ. Ha ez az ENSZ-nek az egyik osztálya vagy szervezete, akkor az ENSZ irányítja. Az ENSZ viszont nem egészségügyi szervezet, hanem politikai szervezet. Tehát óhatatlan, hogy egy idő múlva ez a politikai szervezet hatást gyakoroljon a WHO működésére is. És hogyha ehhez hozzátesszük azt, amit az utolsó évtizedekben átéltünk, hogy a politikumot teljesen átitatja és hatása alá vonja, befolyásolja a pénzügyi háttérhatalom, akkor már egy részét meg tudjuk válaszolni az utóbbi években történteknek. Azaz, az ENSZ működését befolyásolja a pénzügyi magánhatalom. Az ENSZ viszont befolyásolja az egészségügyi szervezetet. És most értünk el ahhoz a ponthoz, ahol ezzel, ennek a segítségével akarja az a pénzügyi háttérhatalom átvenni a világhatalmat, amit már a 18. század közepe után az illuminátusok megfogalmaztak, azaz azt a világkormányt akarja létrehozni, amelyik egy totális diktatúrát lesz képes bevezetni, ha ezt hagyjuk. Most nézzük akkor, ahogy mondtam, a WHO-nak azt a szerződés tervezetét, amivel át akarják írni az eddigi alapokmányt, és ezt mind Szakács Árpádnak az ismertetése alapján teszem én is, és ezt még egyszer megköszönöm neki. Tehát van egy WHO járványügyi szerződés tervezet, ami alapján át akarják írni a WHO működését.
milyen módon próbálják ezt? Tehát három lépcsőfokot terveztek be, ami alapján a változtatások kötelezővé válnak minden tagállam számára. Az első lépcsőfokot most lépte meg az ENSZ. Ugyanis, hogyha az ENSZ-nek a hatása alá tartozik, a hatája alá tartozik a WHO, akkor az ENSZ közgyűlés az a legmagasabb fokú szervezet, ami határozhat abban a tekintetben, hogy milyen változtatásokat lehet véghez vinni a WHO működésében. Most 2023. szeptember 26-án ült össze az a közgyűlés, amely határozott ebben a tekintetben, azaz egy olyan nyilatkozatot adtak ki, és fogadtak el a tagállamok küldöttei, ami a pandémia megelőzés, felkészülés és intézkedés terén változtatásokat javasol a WHO alapokmányában. Ennek a rövidítése a PPPR Szakács Árpád szerint. Ez 2023. június 3-a óta fent van az interneten, tehát nagyon nehezen, de azért utolérhető. Ezen az ENSZ közgyűlésen Magyarországot Novák Katalin, a köztársasági elnök képviselte, és még nem lehet biztosan tudni, de valószínű, hogy aláírta a szándéknyilatkozatot, azaz egyetértett a változtatásokkal. Tehát ez volt az első lépcsőfok ahhoz, hogy a torkunkra tegyék a kést. A második lépcsőfok az a legveszélyesebb, mert a WHO egészségügyi szabályzatainak a módosítását tervezik most december elejére összehívandó közgyűlésnél, november végén, december elején összegyűlő közgyűlés egy olyan tervezetet fog a küldöttek elé tenni, amely már kötelező érvényű lesz minden állam számára. De akkor ez még ugye nem dőlt el, tehát ez az a határidő, amikorra nekünk olyan erőt kell felmutatni a saját kormányunk felé és a saját vezetésünk felé, hogy ne tudják és ne írják alá a tudtunk nélkül, természetesen, mert erről hírt se kaptunk, a tudtunk nélkül ezt a módosítási tervezetet, amit gyakorlatilag már a harmadik lépcsőfok, amit 2024 májusára terveznek, már nem fog megváltoztatni tudni, mert ott csak mellékes rendelkezések szerepelnek. Tehát a 2024-es májusi döntés, amit sokak úgy értelmeztek eddig, hogy addig még van időnk szervezkedni, gyakorlatilag már nem létezik. Tehát az az időpont, amikorra nekünk fel kell mutatni egy olyan erőt, hogy meg fogjuk akadályozni ennek a módosító javaslatnak az aláírását, ez most december eleje. Tehát ezért olyan sürgető az, hogy itt mindenki tudjon arról, hogy mit terveznek ellenünk. De akkor nézzük meg részletesebben, hogy a szeptember 20-i ENSZ közgyűlésen milyen szándéknyilatkozatokat írtak alá a tagállamok. Ez egy 13 oldalas írás, amit
amiben az ENSZ közgyűlés megfogalmazza azokat az elvárásokat, amelyeket a WHO-nak, a WHO szerződés tervezetének tartalmaznia kell. Politikai nyilatkozatot adtak ki, tehát a közgyűlésen, egy bekövetkező világjárványról, tehát egy politikai szervezet egy egészségügyi kérdésben szándéknyilatkozatot tesz, ami annyit jelent, hogy a hatása alá, tehát a hatája alá tartozó szervezetben milyen irányban kell a szerződés tervezetet megváltoztatni. Tehát ez hogy lehet, hogy egy politikai szervezet egészségügyi kérdésekben kötelező döntéseket hoz? Tehát a politikai nyilatkozat azt mondja ki, hogy ha új világjárvány jön, mindenkit be kell oltani. Tehát a kötelező oltás az ENSZ közgyűlés küldöttei szerint egy olyan tett és egy olyan követelmény, aminek eleget kell tenni, ha egyszer még valaki a WHO részéről, a WHO nem szakemberi részéről kihirdeti a világjárványt. Tehát a világjárvány kihirdetése egyenesen maga után vonja azt a kötelezettséget, hogy az államok be kell tartsák a WHO rendelkezéseit, azaz, hogy mindenkit be kell oltani. Nem mondtam még el, hogy a legdurvább változtatás a WHO alapokmányában az, hogy eddig csak ajánlásokat tehetett ez a szervezet a kormányok felé. Ezentúl ezek a szervezetnek, tehát a változtatásokat tartalmazó okmány szerint ezentúl ezek az ajánlások kötelezőek lesznek. Most itt én szeretném felhívni főleg a mi hazánk politikusait, akiknek van arra ráhatása, hogy befolyásolják ezt az ENSZ közgyűlést is, hiszen az a megfogalmazás, ahogy ezt mi megkaptuk, kötelező ajánlás, így ennek nincs értelme. Márpedig az, aki magyarul beszél, az érzi a legjobban, hogy hol van a csalás. Amikor azt a szót ejtem ki, hogy ajánlás, akkor az azt a fogalmat tartalmazza, hogy én tanácsolok valakinek valamit, és az vagy elfogadja, vagy nem. Tehát jogában áll elfogadni, vagy nem elfogadni. Tehát ezt jelenti az ajánlás szó. De hogyha elé teszem azt a jelzőt, hogy kötelező, akkor az ajánlás szó értelmét veszti. A kötelező ajánlás egy szóval kifejezve azt jelenti, hogy parancs. Tehát azt ajánlom a mi hazánk politikusainak, hogy először a szöveget tegyék tisztába, és tanítsák meg a küldötteket arra, hogy amit beszélnek, az annak értelmének kell lenni. Tehát ez, hogy kötelező ajánlás, ennek semmi értelme. Tessék a megfelelő szóval illetni azt, amit végre akarnak hajtani. Tehát ezentúl az ajánlások a WHO szövegében azt jelentik, hogy parancsokat kell teljesítenie.
a nemzetállamok kormányainak. Egyébként a tagállamok küldötteinek az értelmi képességeit nagyon jó lenne egy kicsit fejleszteni a magyarul beszélők által, hiszen számtalanszor tapasztaltam én is, hogy amikor például a migráns sokról, az illegális bevándorlásokról van szó, és a magyar küldöttek felszólalnak már amelyik ez ellen, és megmagyarázzák, hogy miért nem fogadhatók el azok az ajánlások a nemzetközi szervezettől, amit kapunk, akkor a magyar küldötteket számtalanszor gyűlöletbeszéddel vádolják meg. Most ez is megérne egy misét, hogy megmagyarázzák a gyűlölet szónak az értelmét. A gyűlölet szó azt jelenti, hogy el akarok valakit pusztítani előre megfontolt szándékkal. Amikor viszont az illegális bevándorlásról van szó, akkor erről nem lehet beszélni. Hát ez az igazság kiforgatása, a szavak kiforgatása, és erre rá kellene ébreszteni a gondolkodni még tudó küldötteket. De nézzük a szeptember 20-i szerződéstervezet módosítását tovább. Tehát, ha ezt elfogadják december elején, akkor egyrészt mindenkit be kell oltani, másrészt szerintük be kell vezetni általánosan a digitális oltási igazolványokat. Ami azt jelenti, hogy bárkit, bárhonnan ki lehet tiltani, bárkit ki lehet, el lehet szeparálni a környezetétől, ki lehet emelni a családjából, a munkahelyéről, karanténba lehet tenni, mert hogyha éppen ellenkezik a kötelező előírásokkal, vagy nincs meg ez a digitális igazolványa, akkor kockázati tényezőnek tekintik, és életbe léptetik ellene a különböző megszorító intézkedéseket. Tehát a második, amit be akarnak vezettetni, a digitális oltási igazolványok. A harmadik pontja ennek a szerződés tervezetnek a gyógyszeripari lobbik helyzetének erősödése, azaz olyan megszorítás, olyan változtatásokat akarnak létrehozni a tervezetben, hogy csak bizonyos gyógyszeripari vállalatok termékeit lehessen járványok idején alkalmazni. Ezt is láttuk már a Covid idején, hogy például a Remdesivirt, azt, amit csillagászati áron bizonyos gyógyszeripari cégek forgalmaztak, engedélyezték, de a hidroxiklorokint például, amit Franciaországban használtak, vagy az ivermektint, amit nálunk is használtak, azt pedig betiltották. Tehát ez a harmadik pontja ennek a tervezetnek. A negyedik pedig arra kötelezné az államok kormányait, hogy az előírásokkal, tehát a parancsokkal szembeszegülőket, azaz azokat, akik megkérdőjelezik azoknak a jogosságát, azokat cenzúrázza, és lehetetlenné tegye az ismeretek, az általuk hamis ismereteknek tekintett fórumoknak a betiltását.
Tehát ezek a legfontosabb részei ennek a módosító javaslatnak, és ami a döbbenetes, ezt én is döbbenetesnek találom, hogy nem kaptunk erről hírt. Tehát az ENSZ közgyűlés témáiból mi csak az orosz-ukrán háborúra vonatkozó részekről szerezhetünk tudomást, de azt, hogy az egészségügyi szerződés tervezetet és a módosítást is tárgyalták, arról senki nem beszélt. Egyetlen egy média, tehát hivatalos média sem. A Mi Hazánk volt az, aki először tudomást szerzett, és ő meg is indított egy aláírás kampányt. A belső egészségügyi szabályzat pontjaiban a következő változtatásokat tervezik. Az első cikkely módosítása, amit az előbb is említettem, annyit jelentene, hogy az ajánlások elé oda kerülne a kötelező ajánlások szó. Tehát ami egy értelmetlen és egyszerűen egy hazugságot leplező, egy gonosz célt leplező hát szókapcsolat. Aztán tervezik még a WHO hatáskörében minden olyan hétköznapi élettel is kapcsolatos helyzet felülvizsgálatára való hatáskör kiterjesztést, amire az ráfogható, hogy az kockázatot jelent a közegészségügyre. Na most ez a szó, hogy kockázat, ez megint egy olyan meghatározhatatlan fogalom, amire minden ráhúzható. Tehát ez az első cikkelyben szerepel. A harmadik cikkelyben pedig a következő változtatást tervezik. A kihagyott rész így szól. A méltóság, a szabadság és az emberi jogok teljes tiszteletben tartása keretében történnek a végrehajtások. Ehelyett a következőképpen fogalmazták meg ezt a cikkelyt. E szabályzat végrehajtása a méltányosság, az inkluzivitás és a koherencia keretében történik. Ez ne tévessze meg senkit, nem arról van szó, hogy mi buták vagyunk és nem értjük az egészet, hanem arról van szó, hogy valamivel ki kellett iktatni azokat a részeket a szerződéstervezetből, ami az emberi jogokra vonatkozik, az emberi szabadságra és az emberi méltóságra vonatkozik. Következő változtatást tervezik még. Eddig a kormányokkal kommunikált a WHO, most pedig kötelezik a kormányokat, hogy egy külön hatóságot nevezzenek ki, akik majd az egészségügyi dolgokkal foglalkoznak, és a kormányok feje fölött tartják a kapcsolatot a WHO szerveivel. Tehát a kormány nem fog tudni arról, hogy az országa egészségügyi hatóságai mit írnak elő. Ez természetesen azt jelenti, hogy a kormányokat kiiktatják a döntéshozók közül. Aztán kötelezik ezeket a hatóságokat, hogy a WHO rendelkezésére bocsássák azokat az adatokat, amelyek az ország egészségügyére vonatkoznak, és ezeket az adatokat a WHO tovább is adhatja bárkinek. Tehát gyakorlatilag mindenféle egészségügyi adat olyanok kezébe kerülhet, akik az országnak ellenségei.
És a következő felháborító változtatási terv, hogy a főigazgató, mármint a WHO főigazgatója megítélheti, hogy mikor van nemzetközi kockázatra okot adó veszélyhelyzet. Na most gondoljuk el, hogy egy nem egészségügyi tapasztalattal és tudással rendelkező elnök, egy terrorista, mikor fogja kihirdetni a vészhelyzetet? Akkor, amikor valóban valamilyen vészhelyzet előáll, vagy akkor, amikor a pénzügyi háttérhatalom azt kötelességévé teszi. Ugyancsak ő állapítja meg, tehát a nem szakember állapítja meg, hogy mit kell tenni bizonyos országban. Tehát ő állapítja meg, hogy milyen helyzetben van egészségügyileg egy ország, milyen intézkedéseket kell hozni abban a bizonyos országban, például elrendelheti csak annak az ország állampolgárainak a teljes leoltását. Azt is elrendelheti, hogy mivel. Előírná ez a változtatás azt is, hogy az országoknak a lehetséges mértékben támogatást kell nyújtani a WHO szervezésében zajló intézkedésekhez, azaz erőforrásokat kell biztosítani. Mindenfajta erőforrást, tehát pénzügyi erőforrást, azaz anyagi erőforrást a szervezésben is támogatni kell a WHO-t, és az állam vállalja, hogy követik a WHO ajánlásait. Na most itt megint csak az ajánlás szó szerepel, de hogyha az állam vállalja, hogy követik a WHO kötelező ajánlásait, ami így fog szerepelni a szövegben, akkor gyakorlatilag az állam vállalja, hogy követik a WHO parancsait. Ez fogja jelenteni. A 18. cikkely pedig kimondaná, hogy a WHO az egyének és az államokon belül jogaik feletti ellenőrzésre tart igényt, azaz személyekre, podgyászra, a szállítóeszközökre, minden erőforrásra. És felülvizsgálni akarja, és joga lesz az orvosi vizsgálatok igazolásait, előírhatja az orvosi vizsgálatokat bizonyos területekre, akár egyénekre is, és bocsánat, előírhat olyan dolgokat, amik úgynevezett gyanús személyekre vonatkoznak, felülvizsgálhatja a védőoltásokat, a védőoltás igazolásokat, védőoltást igényelhet az országoknak, előírhatja a gyanús személyek elkülönítését. Gyanús személy az, aki nem akarja betartani a kötelező előírásokat. A gyanús személyek kapcsolatainak felderítésére utasítást adhat, gyanús személyek belépését, illetve távozását bizonyos helyekről előírhatja, és az érintett területeken, tehát hogyha a világjárványról van szó, akkor az összes területen a kilépés-belépés ellenőrzését a saját hatáskörébe vonhatja. Tehát döbbenten olvastam és hallgattam én is ezeket, de még ehhez hozzájárul a következő, ami nem új a számunkra, hiszen megtapasztaltuk mindezt kismértékben. Eddig két év alatt, a Covid alatt, az álpandémia alatt. A következő vállalás, ami ugyancsak az állam részéről kötelező lesz,
hogy a közegészségügyi eseményekről, a járványellenes intézkedésekről szóló hamis és megbízhatatlan információkat, tehát természetesen ezt a nem szakember fogja megállapítani, hogy mi a hamis és mi a nem megbízható információ. Ezek terjesztése ellen a médiában és más módozataiban és a hírek terjesztésének fel fog lépni, azaz meg fogja szüntetni, peres eljárás alá vonhatja, vagy kötelező is vonnia azokat, akik a WHO intézkedéseit megkérdőjelezik. Azt hiszem, hogy ez engem minden esetre nagyon megdöbbentett, és ahhoz, hogy még egy kicsit jobban megdöbbenjünk, ahhoz hozzá kell tennem egy-két talán nem közismert tényt. A WHO-nak, mint közegészségügyi intézménynek a szakmai tanácsadója, illetve a WHO-nak a működéséhez szükséges tudományos hátteret nyújtó intézmény az a Hopkins Egyetem. A Hopkins Egyetemről már volt szó itt a videókban, de itt kénytelen vagyok megismételni azokat az ismereteket, mert szükségesek ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik velünk. A Hopkins Egyetem egy olyan intézmény, amit a tulajdonképpeni, a tudományos munkássága az megkérdőjelezhető. Ugyanis ott inkább politikusokat képeznek, és nem egészségügyi szakembereket. Hogy milyen politikusok fordultak meg a Hopkins Egyetemen, ahhoz egy-két nevet hadd említsek meg, tehát például Bajnai Gordon, aztán egy Simonyi nevezetű, aki a Gyurcsány kormány alatt töltött be Washingtonban, úgy emlékszem, külképviseletet vezetett, és aki nagy rajongója volt a Beatles együttesnek, akikről azt jelentette ki, hogy azok tettek a legtöbbet a kommunista diktatúra lebontásában. Érdekes, hogy 56-ot nem említette meg. És ezek a személyek, ezek szoros kapcsolatban állnak a balliberális oldallal. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar balliberális, szélsőséges balliberális oldal legfőbb támasza ez a Hopkins Egyetem. Itt még megemlíthetnénk Tom Lantos unokáját, aki ugyancsak ott végzett, és Hillary Clintonnak volt a tanácsadója. Tehát ezeket is meg kell említeni, hogy a kép teljes legyen. Azt, hogy a járványügyek kezelésére milyen módozatokat próbáltak ki most a Covid alatt, azt önöknek nem kell
vázolnom, mert most már aki gondolkozni tud, az helyére tudja tenni a dolgokat. De hogy miért ördögi és gonosz ez a terv, amit most alá akarnak iratni december elején, azt egy pár mondattal, egy francia professzornak a könyve alapján szeretném érzékeltetni. Ez Raoult professzor, aki a Marseille Egyetemnek a egyik orvosi szakembere, vezetője, és ő volt az, aki a Covid alatt, tehát az álpandémia alatt szembe ment a hivatalos előírásokkal, a protokollal, és hidroxiklorokinnal gyógyította a betegeit nagy eredménnyel. Olyan nagy eredménnyel, hogy Macron elnök kétségbeesve le is utazott hozzá, hogy hagyja abba. Ebből aztán parlamenti meghallgatás lesz, és meghurcolás arra a professzornak, de az ő könyvében, amit azóta adott ki, ő áttekinti a világ járványügyi helyzetét a kezdetektől fogva, tehát amióta ezt regisztrálják. És ő állapítja meg, hogy tulajdonképpen világjárvány úgy nem keletkezik, ahogy ezt nekünk be akarják adagolni. Járvány az bizonyos területeken keletkezik, ahhoz az égőfhöz, éghajlathoz kapcsolódik, ahol megjelenik, tehát főleg a meleg éghajlathoz, tehát az egyenlítő éghajlathoz köthetők ezek. Mert például amikor egy olyan járványt akartak bevezetni, ami csak a Kongó vidékén terjed, azt nem sikerült, mert nem sikerült elterjeszteni sem más éghajlaton. Hogy miért is akarják felhasználni az egészségügyet a világdiktatúra bevezetésére, azt viszont az ő általa tárgyalt oldalakon találtam meg. Például említi, hogy járványok a II. Világháborúban jelentkeztek, tehát például az állatok kipusztítására használták a lépfene baktériumot a katonai laboratóriumokban, ami halálos tüdőgyulladást okoz, és ezt kidolgozták, tehát ezzel foglalkoztak az USA-ban is, és a Szovjetunióban is. Most ennek vetett véget Nixon 1970-ben, amikor a biológiai fegyverkísérleteket betiltatta, és egy nemzetközi megállapodás született ebben a témában, és hát valószínűleg ezért telepítették ki különböző más helyszínekre az amerikai laboratóriumokat, amelyek ilyen biológiai fegyverkísérletekkel foglalkoztak. Az ebola, amit az előbb említettem, amit világjárványjá akarták nyilvánítani, az csak Afrikában terjedt el, tehát ez sem sikerült. Volt egy másik példa, de Jekatyerinburgban, tehát a Szovjetunióban, amikor a katonai laboratóriumból olyan baktériumok szabadultak ki, amelyek súlyos tüdőgyulladást okoztak, de erre is rájöttek, hogy ezek onnan erednek, és nem terjedtek tovább. Tehát körülbelül 100 megbetegedést okoztak abban a vonalban, tehát azt is megállapították, hogy a légtérbe a fertőző anyag a katonai laboratóriumból került, és a betegek mind a széljárás irányában laktak. Tehát világjárvány nem lehetséges. Csak olyan művi
eljárásokkal, amelyek egy háttérben működő összeesküvésre engednek következtetni, amit mi eddig is mondtunk. És kérem, hogy terjesszék Szakács Árpád videóját és az ő elemzését, és ha valamit hozzá tudtam tenni, és terjeszteni tudtam én is önök által, akkor én elértem a célom. Kérem, tegyék meg. Köszönöm szépen!